száraz ágon, hallgató ajakkal meddig ültök, csügget madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a vígének, s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldúlt berkeinken enyhe, ányas rejtek nem fogad. S ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok hús anyátokat? Más berekben másképp szól az ének. Nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek. Fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdal lomb s virággal gazdag tájról. Zengjétek meg a jövőt, ha majd a ne kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holdberek, s a jelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok? Idegent cserélve? Fiaim, csak énekeljetek. Elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Aradi vár, Aradi vár, halál völgye, híres neves magyaroknak temetője. Viruljanak környék idem vérvirág, én a rendembere vagyok, és nyugodt lelkiismerettel lövetek főbe százakat, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen eszköz minden jövendő forradalomnak elejét venni. Leírjam érzelmeimet, amelyekkel szegény Marintól az utcán kellett megválnom. Összegörnyedtem mélyen égető fájdalmamban, szememből könnyek perdültek ki. El voltam választva a világtól, és ami nekem e világon legkedvesebb, nőktől. Emma, drága lányka, bocsáss meg nekem. Szándékom, hogy jövődről gondoskodjam, jó volt, és hogy a kivitelbe hiba csúszott, arról végképp nem én tehetek. Szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény, mestelen próbát, a mestelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhasson. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te
Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a népnek tengerén, ahol egekben nyúló kősziklákat lát szemem. Nagy tetteidet, bátor nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s nem miénk volt a legkisebb szerep. Úgy rettegette föld kirántott kardunktól, mint a villámtól éjjel a gyerek. Tisztelt emlékező közönség, kedves diákok, kedves dombaváriak! Sokszor és sokféleképpen méltatták az elmúlt évek alatt az aradi vértanukat. Mindent elmondtak arról, ami történt. Szinte óráról órára rögzítették az eseményeket. A visszaemlékezések szemüvegén át kerültek be a Nemzet Panteonjába. A mai napon pontosan 171 évvel ezelőtt végezték ki a 48-as, 49-es szabadságküzdelmünket, őseinket. Arad gyertyái égnek napjainkig, a hősök élete és halála ma is példaértékű. A történelem akkor az élet tanító mestere, ha életre kelnek a hősök. A magunk szívében, valóságban megismerjük őket, és így vonzanak bennünket példájukkal. A magyar történelem során sokszor gyászoltunk, ritka az örömteli ünnepünk. A vértanúk halála szörnyű tragédia. Azonban a nemzet függetlenségéért küzdőket nem félemlíti meg, bátorít, ösztönöz. Az 1849-es évelején az európai forradalmak már mind elcsendesedtek, egyedül a miénk tartotta még magát. A kezdeti diadalokat követően a túlerő miatt fegyverletételre kényszerült. Az elismerés kiváltó hősies katonai teljesítmény tovább táplálta a nemzet reményeit a későbbi függetlenség kivívása érdekében. A győzteseknek sok minden megadatik. Harcban szemtől szembe sikert arathat, foglyokat ejthet, de a fegyvert önként letevő hadsereg vezéreit őrült vágytól hajtva nem végezheti ki. Eme gyilkolási vágy 1849. október 6-áig példátlan maradt, amint a császári és a szövetséges túlerő legyőzte a szabadság és a függetlenség hadseregét, nem a megbékélés következett, hanem a bosszú és a megtorlás. Négy tábornokot golyó általi halálra ítéltek, majd további 9 vezért akasztófára ítéltek. A levert szabadságharc után azok az emberek, akik megmenekültek haláltól, de sokszor büntetést szenvedtek, az akadémia lapját, az Új Magyar Múzeumot ezzel a fejlécsel indították.
Véghez viszi a csendes erő, amit nem tud az erőszak. Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek példája ma ezt üzeni nekünk, hogy jelen helyzetünkben álljunk ki nemzeti értékeink és kultúránk mellett, így cselekedjünk nemzetünkért. Az aradi vértanok utolsó tettükkel azt bizonyították, hogy másokért éltek. Áll rájuk is Jézus szava. Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Mekkora hírneve ereje volt ennek a 14 hősnek, igaz embernek, amíg első Ferenc József birodalma is rettegett tőlünk. Tisztességtelen büntetőeljárás keretében Veressai Hiéne akarata érvényesült. Az aradi vértanok említésekor 13 hősről emlékezünk. Azonban ezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos miniszterelnököt is. Nagyon sok és neves névtelen áldozata van a megtorlásnak. De ebben az évben sújtotta az igazságszolgáltatás Ormai Norbertre, Kazinczy Lajosra és Ludwig Hauff alezredesre is. Így és Gyula Fák Jelánk című művéből idézve. 13-szor 13-nál, de még 100-szor is 13-nál is több volt, akik azok bitangok a magyar elsők sorából kipusztítottak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!